Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a MédiaZabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a MédiaZabálók tizedik évadzáró része itt a Parallaxis Univerzumban, a mikrofonnál gizurgergő. Bár az előző részben úgy búcsúztam el, hogy ismét Ádámot fogjátok hallani, a kollégák szerencsére kivágták az adásból, de hát hiába a tervek és a jóslatok, ezúttal is velem kell beérnetek, ebből is látszik, hogy a jósás és a jövendőmondás megbízhatósága. Hát igen de említhetném a lapos hívőket, vagy az asztrológiát, amelyekről már készítettünk adást a Paralaxis podcastekben. Szóval nem kérdés, hogy ezeket semmiféleképpen sem nevezhetjük tudománynak, a manapság mégis sokan hisznek bennük, az áltudományok korában élünk. A mai média zabálokban tehát ezt a témát járjuk körül, amolyan kosút rádiósan, a műsor két állandó beszélgető társával. Köszöntöm a műsorban elsőként Barkoci Norbit digitális tartalomkészítőt. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! és Kubatovics Áron, kommunikációs szakember. Szia Áron! Én is köszöntöm a hallgatókat, és sziasztok! Mielőtt viszont belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni a Premier Ölti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek el a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül. Promó letudva, de még nincs vége, mert további szolgálti közleményünk is van, hogy több új műsorhoz is keresünk beszélgető társakat mint például a Night Rider sorozatról szólóba, valamint egy horrorfilmes podcastünkbe is. Emellett a Parallaxis Retroverzum több új induló műsorába is várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznának. A felvételek az interneten keresztül zajlanak, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek, annak idén itt tett például Áron és Norbi is, a podcastok az mtv.hu címre küldött e-mailben. És most a szolgálti közlemény vége, csapjunk a lecsóba! Az áltudomány kifejezést, tehát egy olyan tevékenységek vagy hiedelmek leírására használjuk, amelyeket nem alapoznak meg tudományos bizonyítékok vagy módszerek, és egyáltalán nem elfogadottak a tudományos közösségben. Szerintetek melyek a legkártékonyabb áltudományok, és miért? Na, hát, hogy milyen szépen bele, belekezdtünk így a műsorba, meg így az egész felkonfot illetoltad. Gergő. Uh, hát válaszolnak először, is én, én, nagyon örülök, hogy végre ez a téma is területékre került, ugyanis hát én, én, nyilas vagyok, azt nem mindenki tudja. De a nyilasok imádják az ilyen témákat, úgyhogy <laughs> ne, ez, csak, ez csak egy ilyen kis, kis tréfa, kis vizlet volna igazából a részemről igazából már, már így egyből az asztrológiára szerettem volna egy rákötni ezekkel a, a, azzal a, kis aprósággal, de igen, tehát tény is való, hogy áltudományok körülvesznek minket, és szerintem, még hogyha nem is akarja magának bevallani mindenki, hogy nagyon racionális, és tényleg csak logikusan hoz döntéseket, azért mindenkit elér kisebb vagy nagyobb mértékben, ó, hát most beveszek egy ilyen kis valamit, hát, hogyha segít az allergiámon stb., úgyhogy azért ezek vannak itt eléggé körülöttünk, és ugye sokszor az a probléma, vagy az jelenti a problémát, ugye, hogy ezeket nagyon sokszor nem annyira könnyű, vagy nem nyilvánvaló az elkülönítés a úgymond a hagyományos tudománytól, és, és tényleg egy laikus számára. Szakszavak ott vannak, fehér, fehér köpenyben szereplő magukat, szakértőknek kiadó emberek mondanak okos dolgokat, és hát, és hát, miért, miért ne? Kipróbálja az ember, hisz bennük, hogy mennyire, az már más kérdés. A fehér köpeny szerinted varázserő? Hát mondjuk, hogyha kifejezetten mondjuk igen az, az, az orvos tudományokon belül is az ilyen alternatív gyógyászat témakörébe járunk, akkor ott szerintem az már önmagában az már elegendő. Tehát akkor ez egyáltalán nem sztereotépi a filmekben is, ugye, amikor belopózik valaki a kórházba, felvesz egy fehér köpenyt, és kapásból orvossá válik. Hát, vagy legalábbis uh, jól el tud vegyülni, és, és hogyha van egy kis tehetség, de akkor hiteles, az... elhiszik, hogy... Igen, igen, ki tudja magát adni annak. Egyáltalán nem nem áltudomány az, amikor mutatják a filmekben, hogy egy fehér köpenyt felvesz valaki, és elvegyül. Ez az egyik előző adásukban már volt, téma, amikor behoztuk azt, hogy ha fölveszel egy kávét, vagy mondjuk négy darab kávét, bármilyen irodába be tudsz menni, és bárhova beengednek téged, mert azt hiszik, hogy te vagy az, aki a dolgozol és viszed a kávét a kollégáknak. Szóval melyik a legkártékonyabb áltudomány? Öh, Belecsoptál a lecsóba, talán a legkártékonyabbak azok, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az életet és mondjuk nekem eszembe jut ilyenkor az, amikor a fényevők a saját gyerekeiket éheztették, és, és, talán történt is haláleset. Azért rengeteg olyan tudomány van, ami egyébként nem veszélyeztet közvetlenül senkinek se az életét, de még mielőtt vissza lopott tőlem a szót, én nekem viszont van diszklémerem. Tiéd. mert mert ez, ez fontos. Nem, tud, tehát, hogy nem tudtuk végül eldönteni, hogy már előre elmondjam a többieknek, amikor a chatben erről beszélgettünk, vagy, vagy itt adásban a felvételnél. Szóval én, én nem hiszek az áltudományokba, tehát én nem hiszek az asztrológiában, meg ilyenekbe. Én eléggé racionális csábó vagyok. Az áltudományokban, mint, mint ö, fogalomban nem hiszel? Ja, nem, 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 hisz... nem, nem, rosszul fogalmaztam. Hogy... Tehát, te te semmilyen én... áltudományban nem hiszel? Én nem hiszek ezekben az áltudományokban, igen. Tehát tudod, hogy van, de mindegyiket baromságnak tartod. Igen. Most ezt így nagyon összefoglalva. De nagyon sok, nagyon közeli barátom és ismerősöm, sőt családtagom vagy hisz benne, vagy konkrétan műveli. Jó, azért az vad lehet egy webédni. És ez fontos, fontos hogy egy nem leszögeznem például az én feleségem hetes szintű Pránanadi, mester, meg végzett karmaasztrológus. Akartam, hogy így Tudjátok, hogy, hogy kivel, kivel aki így virtuálisan szembe, és a hallgatók is el, tudják, el tudjanak engem helyezni, miközben, mondom, tehát én ezekben nem igazán hiszek. Azért érzékeny témára fogunk menni egyébként, tehát lehet, hogy ki kellett volna nyomni, mint a Szalszparkok előnye a műsor meghallgatását, semmilyen korosztának nem ajánljuk, mert hogy itt is lehetnek még ebből gondol. Hát főleg látod nálad, nem tudom, otthon, amiként amikor mondtad ezt, hogy erről lesz szó, gondolom tudják. Nem, mond, nem mondtam, figyelj, az ember egy bizonyos kor fölött, illető. Néhány évnyi házasság után megválogatja azokat a háborúkat, amiket ö, elindít. Tehát akkor ezt az adást letiltod? A nem, pont nem tiltom, lehet, nem, tírtom, lesz. Lehát, nem volt. Szívem elmaradt a mai felvétel. Nem, nem az ember, ember megválogatja, hogy mikor megy bele, ho, tehát hol, hol enged, hol vesz föl, veszi föl a kesztyűt, és hol van az, ahol kitér egy ilyen tai-chi mozgással, ha már van szó. <laughs> Ö, de amúgy jó is mondod, hogy említed, Áron, igen, hogy nagyon sok ilyen esetben legalábbis személyes tapasztalat alapján volt már egy pár alkalmam, mondjuk közel ismerősökkel, barátokkal vitázni erről, és amúgy én szeretek alapjáraton ezekről a témákról, nyilván a, a gyakoribbak, mondjuk is homeopátia, asztrológia, mint az legelterjedtebbekről ö, volt, volt szerencsém vitezni. És, és, az, vagy onnantól kezd igen rossz lenne a dolog, ugye, hogyha az ember az érzelmeit, meg a személyes kötődét, kötődését is beleveszi, ami nyilván egy bizonyos szintig ö, nehéz, nehéz megállni, de mindig azt veszem észre, hogy, 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 hogy ezek, a, a, a racionális érvek, itt most bármilyen vicces is ilyen keretek között ilyenekről beszélni, de hogyha azok, az, az, annak a súlypontja elkerül, és mindenki a saját kis kis érzelmeit és a pozitív megerősítésben csak tud gondolkodni, akkor úgy nagyon nehéz hát meggyőzően érvelni, vagy legalábbis a másik számára elfogadni azt, hogy ó, igazad van, ebbe lehet valami eddig a pontig is eljutni már, már, már kihívás. Úgyhogy ne bánts meg a másikat. Na itt, itt ez a lényeg, hogy ne bánts meg a másikat itt ebben, ez a, ez a nehéz ügy, mert gondolom, főleg az ilyenekben itt, ugye, hogy te is mondtad, az érzelmi alap, tehát hogyha te, ugye, aki van egy fixa ideájában, ő hisz akkor azt te meg akarod ingatni, vagy tehát, hogy esetleg te mondjuk most akkor kicsit rámegyek az asztrológia egyetem, mint ugye racionális nyilas, mert ugye ránk ugye azt mondják, hogy mi nagyon azok vagyunk, <laughs> meg, akarod, meg akarod, ingatni ebben, hát ott azért bizony lehet, hogy beletaposol az érzelmi világba. Te, te, teljes mértékben. De egyébként, ha már itt tartunk, az asztrológia, akkor azt egyik tehát az áltudománynak gondoljátok? Teljes mértékben az egyik legjobban szerintem úgymond feltárt, legismert, legszéles körben egyik legszíles körben elterjedt tudomány. Mondjuk, hogy a csillagászatnak lehet az előtudományaként is ezt, még a kémia, az alkémia. Csillagászat most felkiáltanak azért valószínűleg. Igen, igen. Elő régebben, tehát hogy most történelmi léptékből kiindulva, nyilván ezekből ki lehetett olvasni, Nílus áradásától kezdve, sok mindent, csak ugye ezt továbbíték szépen idővel, hogy akkor mi mást is lehet még. E, e, ilyen típusú vitáim is volt egy csomó, és e, olyan, olyan érveket próbálok ilyenkor mindig felhozni ezekben a vitákban, amik számomra úgymond döntően tényleg a lehető legegyszerűbben magyaráznak el bizonyos jelenséget, és az asztrológiában is pont, pont, egy ilyen van, hogy oké, okay, a csillagok állása, azoknak a helyzete, és azok hogyan befolyásolják az egyént. És még azt talán még el is lehet valahol fogadni, hogy ugye azok a csillagok, azok csak a pont, a mi kis nézőpontunkból állnak és néznek ki úgy, ahogy. Ha kicsit arrébb mennénk, akkor már máshogy állnánk, de oké, okay. mi vagyunk a világ középpontja. Oké, okay. pont úgy néz ki, mint, mint valamilyen állat. Oké, okay. azaz az, az, nem még talán el tudom fogadni, de hogy azok a csillagok a valóságban. Minimum már nem ott vannak, de jó esélye már nem is léteznek. Azok nincsenek ott, azok már felrobbantak. Elmúltak. Tehát ott már nagyon-nagyon nehéz azt a kapcsot megtalálni, hogy akkor az hogy is engem, ami már évmilliók óta nem létezik? Látom, itt, itt itt már a nézők nem, vagy a hallgatók nem látják a normi közben gesztikulált erősen, és a, van az a klasszikus mém, igen, az, az a mém, szétróban ahogy az, 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 az agy szétrobban. áltudomány akkor lesz valami, hogyha önmagára egyébként azt mondja, hogy ő tudomány. Mert rengeteg olyan dolog van, ami ugyan ugyanúgy tartalmaz hiedelmeket, egységes világszemléletet, egy csomó mindent tartalmaz, vagy akár, akár kutatási dolgokat, és mégsem hívja magát tudománynak, az nem áltudomány, az áltudomány az mindig az, amikor tehát saját magára azt mondja, hogy ő egyébként tudomány, miközben azokat a tudomány, tudományos sztenderdeket nem tartja be, amitől a mi <sínt> hogy is mondjam, csak kocka agyunk azt mondja, hogy a tudomány az tudomány, ugye az, hogy milyen módszerek vannak, hogy meg lehet megkérdőjelezhető, hogy reprodukálható. Ezek nem mind olyan, aminek mindegyiknek meg kell felelnie, de van egy csomó ilyen karakterisztika, amitől ki lehet valamire jelenteni, hogy tudomány vagy sem. Az asztrológia az tipikusan olyan, ami magára egyébként tudományként hivatkozik, és hát szerintünk nem az, de, de várjál, várjál, és most visszakanyarodok még, amit a Norbi mondott, mert hadd legyek egy kicsit a fogadatlan prókátor ennek az egész asztrológiának. Fizetett hirdetés következik. Igen, én, tehát az van, most két dolog jutott eszembe, egyrészt nyilván nem a csillagok befolyásolják, mert ez hülyeség, akikkel én beszélgettem, azok sem mondják azt, hogy a csillagok azok befolyásolják az embereknek a viselkedését, hanem ö, én azt hiszem, de ezt, ezt tehát én már csak ilyen csak én elejtett félmondatokból próbálom magamnak kikötkezhetni, hogy valószínűleg mibe hisznek, hogy ilyen holisztikus világszemléletük van, tehát hogy minden minden, tehát hogy mindig minden szinkronban van, tehát hogyha, hogy amilyen az ember, az egyébként leképződik például a csillagokban is. Tehát inkább így kell ezt elképzelni, vagy így érdemes ezt elképzelni, nem az, hogy a csillagok direktbe befolyásolják, mert azt, még, a, még sok elvakult asztrológus sem gondolja. Viszont ami még egy dolog eszembe jutott, hogy én most végigkövettem a feleségemnek a tanulmányait, asztrológiai tanulmányait, nem arról van szó, hogy hét darab csillagot, vagy hét darab bolygó nevét megtanulta, és akkor mindenféle ilyen, nem tudom miket csinál, képetek, meg asztrológiai program, hanem a Kuiper öv, nem tudom, hanyadik kisbolygóját is elkezdték már az utóbbi 10-20-30 évben számolni. Szóval egy csomó olyan igazi, valóságos csillagászati tudást vett föl magának a feleségem, aminél így néztem, hogy te ezt honnan tudod, és akkor utána apróságokba elkezdte vitatkozni velem, mert én viszont hallgatom a paralaxis tudományos műsorait, tehát elég sokat tudok a csillagokról, és kiderült, hogy ő azokat mind tudja. Tehát akkor már összemosodott egyébként akkor a csillagászattal? I igen, vagy szó, én nem is értem. Igen, vala valahogy belefolyódik így egymásba, miközben nyilvánvalóan áll tudomány, csak így szipkázzák föl ezeket az asztrológia, tehát az asztrológia szipkázza föl az astronomiának, tehát a csillagászatnak a különféle Dolgait. De nem tartod ezt egyébként akkor károsnak, gondolom. Tehát, mert mondtad, hogy az átöviat már neked, ahol, az en, ahol veszélyes, de hogy akkor ez nem az a kategória azért. Hát, őszintén szólva, nem. Tehát, és ezért is van az, hogy itt, tehát persze, hogyha az emberek érzelmileg egy egy ö, 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 közös főzéskor a baráti társággal a kertben összevitatkoznak baromi hangosan az asztrológián, annak olyan túl sok értelmét nem látom, de ez igen, az azért van, mert nagyon elkötelezettek érzelmileg. Ha elfogadod, hogy oké, okay, én nem hiszek az asztrológiában, mert én egy, mit tudom én, materialista csávó vagyok, vagy, vagy a tudományban hiszek, és ez, ez egy fontos szó, az, hogy én a tudományban hiszek, erről akár külön is beszélhetünk, és én elfogadom, hogy ő visz az asztrológiában hisz, miközben persze ugyanúgy hisz a gravitációban is, tehát ez nem kérdés, akkor... ha hisz, ha az van, tehát. <laughs> Igen, ele, akkor így, így érted, hát ettől még nagyon, tehát az emberek nagyon különbözőek, és nagyon jó barátságban tudnak lenni. Tehát itt az elfogadás az kulcs cool szó és azt, azt, most így Áron egyébként nagyon földobta a labdát, és azért így vissza is kérdezek nektek, hogy azt nem gondoljátok esetleg az asztrológiával kapcsolatban, hogy ő pont az a fogalom, vagy áltudomány, vagy tök mindegy, ami, ami, tényleg nem csak, hogy összemosódik, de hogy kitágul, mert ugye valaki szerint, valaki asztrológia az is, hogy az újságban hetente megírják, horoszkópot van, tizen, nem tudom hány csillagjegy, és akkor gyakorlatilag az embereknek 13 féle sorsuk létezik és kész, tehát van, aki pekes lesz, valaki, tehát va, ugye valaki szerint ez az asztrológia, de amit te mondtál, hogy abban is benne van, hogy a csillagokban visszaköszönt, amit csinálunk, tehát hogy, hogy nem lehet, hogy esetleg ez is gondot okoz, hogy, hogy már nem is tudjuk pontosan, hogy mi az asztrológia. Tehát a legegyszerűbb bugyuta újságban lévő horoszkópot is annak mondjuk, holott lehet, hogy talán ez régebben komolyabb dolognak indult. Komolyabb dolognak? Honom, talán. Balán. Igen, annyival lehet kiegészíteni, igen, még asztrológiát, ugye, hogy itt, hogyha egész pontosan személyre szabott, nem tudom, mit jóslás kapsz, akkor itt az aszcendens és annak a számítása is bejön, és akkor kettő csillagja egy, egymásra. Hogy Hát az már nem a kis kegyednek a horoszkóp magazinja. Igen, igen, az már, az már nem a CGPT által generált full általános random dolog, ami aki mindenkire... Bocsáss meg, ne sérts meg az embereket, akik írták ezt anó évekig, még a papírlapú újságokban. Mindenkire de igen, teljesen igaz tud lenni, hogy te általában nem ugye egy őszinte jó gyerek vagy, kivéve néha, amikor nem tehát, tehát igen, teljesen nagyon blőd általános semmiségek igen, én meg arra akartam, igen, visszacsatolni, hogy mennyire, mennyire tud ez ártalmasan, és ez a teljesen egyetértek, hogy például igen, egy ilyen beszélgetés során egy jó vita is ki tud alakulni, ezzel önmagában semmi is baj nincsen, és tényleg itt a kedves hallgatók is meg kell értsék, hogy itt nincsen, nem is tudom milyen, milyen uh, kinézés vagy furcsaság, aki például mondjuk ezekben hisz. Én sokkal-sokkal kártékonyabbnak tartom, amikor, és akkor például itt most a homeopátiára átfordulva, amikor ezt üzletszerűen, tudatosan a vásárlók, betegek megtévesztésével csinálják, és Magyarországon is milliárdos nagyságrendű üzletág épül ilyenekre és ezeknek a megtévesztésére, és hogy ebből számító üzletemberek bizniszt csinálnak, és, és a jó szemű embereket pedig kihasználják. Szóval szerintem ez a része összehasonlíthatatlan kártékonyságban. Igen, ezt, 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 egyetértek, ez erősen szürke zóna, hogy egészen pontosan az üzlet része az mikortól válik kockázatossá, sőt károssá, mert érted, hogyha ha van anyukák, az anyuka egyik kírja a másiknak, hogy hello egyébként, hozzám jöhettek, és nem tudom, asztrológiára, és én jósolok neked, nem tudom, tarókártyából most mondok valamit, és lehet, hogy kifizet érte a másik anyuka 5000 forintot, vagy sem, szóval ezt nem tartom pontosan ugyanolyan súlyúnak, mint amikor mondjuk a milliárdos üzletek épülnek egy adott országban, vagy akár nálunk Magyarországon is ilyen áltudományokra. Szándékosan nem mondok ki egy, egy jaj, hogy kell, kér, hogy Ugye vannak az állatok, vannak a növények, és van egy harmadik ilyen kategória, amit néha megszoktunk enni rántva, Izé. Gomba. Igen, és vannak, o, tehát vannak olyan gombák, amik állítólag gyógyítanak, és akkor erre egy milliárdos üzlet épült. Szóval, hogy, de ezt én nem szeretném kimondani, ezt aki akarja, mondja ki. Én nem akarom, hogy, a, hogy az Ádám pereskedésre járjon, hogy azt leáll tudományozzuk. Nem mondunk semmit, csak most, ahogy a Norbi ugye ezt elkezdte ezt a vonalat vezetni, te pedig szépen felvetted, úgy érzem, hogy már nem az asztrológiáról beszélünk, hanem sokkal inkább az alternatív gyógyászat és a homeopátia jellegű vizekre vezünk. ]ünk. Igen, és annak a, annak a milliárdos üzletére. Mert abban okay, van igazán de a lóvé, legalábbis így elnézve. Abban a lóvé? Hát természetesen két dologban van a lóvé, a fogyásban, a híze, meg a, meg a gyógyszerben. Tehát ebben a kettőben iszonyú nagy lóvé. Van. Szóval, hogy ez. E, e, tehát én ezt én, én nem tartom ugyanolyan rossznak, mint amikor egyik anyuka a másiknak. Üzletszerűen, de az is üzlet. Tehát ezért mondtam a szürkezónát, hogy és vajon joga van-e az embernek hülyének lennie, joga van-e az embernek elköltenie 20 ezer forintot valami olyanra, ami lehet, hogy még hat is. Azért mondom ezt így, mert az viszont tudományosan bizonyított tény, hogy van placebo, placebo hatás, meg akár érvényesülhet is. Szóval, érted? Ez nagyon szürke zóna az egész de vajon lehet, hogy az a 20 ezer forint annak az idős nének viszont az teljes havi kaja pénze, és akkor viszont már tök amorális tőle ezt elvenni. Szóval, hogy ez nagyon szürke zóna, ennél mondok sokkal rosszabbat. Tehát mondjuk az oltástagadók, akik direkt életveszélynek teszik ki a saját gyereküket, sőt, hogyha bizonyos százalék ará becsökken egy adott populációnak a beoltottsága, egy adott, adott betegség ellen, akkor az egész populációt veszélyeztetik. Szóval az már még súlyosabbnak gondolom. Szóval, hogy itt azért vannak fokozatok Na, ebben az áltudományos dologban. Egyetértek, egyetértek vannak. Én inkább minden, minden ugye témakörben vannak ugye szélsőségek, extremitások, és amik tán, közvetlen életveszélyt okoznak. Most, úgymond ezzel szemben a homeopátián nem maradva, tényleg itt csak a, 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 nagyon széles körben való elterjedését általánosan elmondható, hogy semmit nem használ. Tényleg rosszabb esetben esetleg azt mondják, hogy még rosszabb, tehát árthat is. És mégis, ahogy mondtad, ezt, ezt házi orvosok, kezi orvosok, is kiírnak, meg ajánlatnak homeopátiás szereket. Azt hiszem, van már ilyen szak is, nem? Valamelyik. Ö, igen, azt hiszem, igen, tehát lehet, lehet felsőoktatásban így van, így van, ilyen jellegű tanulmányokat is végezni. Ö, és sokszor azt mondja a betegek, hogy nem is tudják pontosan, itt megint amikor már számtalan szó oktatás hiányára is visszatértünk, nem tudják pontosan, hogy mit... Oké, és homeopátia képzés. Hát homeopátia szer, hát ebből olyan nagy baj nem lehet, és akkor beveszik. Igen, ám, de, és akkor ezt most itt tényleg szeretném elmondani, ö, aki esetleg ezzel nincs tisztában a homeopátia, homeopátia alapja. Az a, az a higításon alapszik. Tehát, hogy veszünk valamilyen anyagot, hatóanyagot, ami még tényleg valahogy önmagában még valamit lehet, hogy csinál is, és akkor ezt elkezdjük felhigítani. Ezeken, az a, ezeken a kis üvegcséken lehet találni egy számot, C10 meg C13, meg ilyesmi jelölésekkel találkozhatunk. Ezek azt jelenti, ó, például a C10 esetén, hogy 10 alkalommal szorosára higították fel. Még egyszer 10-szer a százszorosára. Tehát 100 a tizediken. A 13, C13 esetén már, már akkora mennyiségekről beszélünk, hogy tényleg molekulás szinten, semmilyen szinten nem lehet kimutatni ebben az anyagban. Én most, én most egy kicsit most akkor homeopátia is. Gyakorlatilag a vizet iszol ez is kis vizet, kicsit gyógyította magat, és akkor ugye átérünk itt egy bakugrással, hogy pár persze, ez, tehát ez, ez, ez tény, ez most nem rossz indulatból, vagy, vagy hogy ez egy ellenér, nem, ezt ők is teljes mértékben tudják, itt jön a képbe az, hogy a víznek a memóriája. <laughs> igen, elnézést, magamat, igen. Éb, és akkor ez emlékszik. A testedből majd, majd ez a reakciót kiváltja, az öngyógyítási öngy, folyamat. De szóval ellát itt veszne a dolgokba. Az van, hogy tehát tényleg számtalan ilyen áltudomány van. Én behoznék egy másik, vagy egy következő szempontot. Én egyébként ezeket imádom. Ez alatt azt értem, egy időben például rá voltam kattanva arra, hogy kitöröltek, nem tudom, 300 évet az emberiség történelméből. Te erről hallottatok, hogy volt ilyen a középkorban? És igen, rá... igen, igen, én ezt hallottam, de azóta is vártam, hogy most ez hogy van. És rá voltam kattanva egy csávónak a blogjára, ez egy legalább tíz évvel ezelőtt volt, ahol ő elég hosszan éveken keresztül írta le, hogy, hogy egészen pontosan mik a bizonyítékok. És én úgy olvastam, mint hogy egy fentezi regényt olvasnék. Én imádtam. Ne, ne, nem azért, mert hogy hittem benne, de rá voltam kattava, mert, mert szórakoztatott, és számtalan ilyen, ilyen áltudományba én el tudok veszni, a, hogy elkezdem olvasni, Tehát szakadok itt a, a kreativitást, értékeled. Én, én értékelem az egésznek a fantasy világát, vagy az egész, az, az univerzum, a settingjét. Na jól van, de akkor én, most én is kicsit akkor felfestem azt a bizonyos öröktár, bizonyos fára, hogy hogy valaki elindul egy kapudrog, kapudrokként, elkezd olvasni ilyen jelleg irodalmat, aztán még kicsit, aztán egyre komolyabbakat, és már lehet, hogy, és akkor nyilván most megint egy pár, pár ugrás, vagy egy pár lépcsőfogat kihagyok, de mondjuk egy szientológia, vallástudomány egyháznál találja magát, ami megint a veszélyesebb ö, részén van már a, a, a skálának. Érdekesébe hoztad, a vallások azok azért nem áltudományok, mert ők nem mondják önmagukra azt, hogy tudományok, de ugyanúgy hiedelemmel és, és világnézettel rendelkeznek. Hogy... Na mondjuk a szientológia speciál mondja magára egy picit. Na, világos. Tehát a Norbi példája az jó igen, volt. Igen, ezzel egyetértek, hogy a vallás határán mozog ott ég. bukik igen, a, a szientológiánál, így van, hogy egyrészt ő magát leöntötte egy, egy, egy tudományos mázzal, ez a bizonyos dietetika, dietetikának hívják a náluk, és ráadásul az egész elindul egy ilyen biznisz slash CIA vonalba, tehát hogy a belső elhárításuk van, nem szabad kibeszélni, tehát hogy egy ilyen nagyon fura, izé, az nyilván már BTK-t, nem véletlenül ütött ebbe egy csomó országba magát a szientológia egyházat, de önmagában a vallások azok nem áltudománya, tehát a hiedelem az, az, nem áll tudomány. ez fontos megjegyezni. Nem, ezzel egyetértek, és, és tényleg ez fontos, hogy kiemelted, így, így, van, csak így van. Hogy mondom, a szientológia az nem csak, nem csak vallás, hanem tehát, hogy ők azért ott, ott, ott mindent is megmondanak, é, hogy mit, hogy Igen, merre. igen, igen. igen. Hát igen. azért szerintem az a példa jó volt, de igen, ezt így értem. Jó, Berre, viszont ha már kapudrog, akkor én újabb, újabb bepillantást adok nektek és a kedves hallgatóknak a, a mi családi életünkbe. Tehát akkora, <laughs> akkor, amikor a feleségem hallgatja a YouTube, YouTube-ból nem csak ilyen okos műsorok vannak, mint a Parallax, hanem bizony tele van asztrológusokkal, akik osztják az észt, elemeznek is, de lehet hozzájuk kérdésekre fordulni, kommenteket olvasgatnak, szóval, hogy élőben is csinálják. No, és a feleségem elég sok ilyet hallgat. És van egy-kettő olyan, akiknél belehallgattam, és ott már világmagyarázat van, tehát ott már háttérhatalmak, meg, meg és tehát elmegy egy nagyon fura irányba. Mennyire hasonlít az ilyen a Budapest tv és tedd a képernyőre kezedet jellemző? Nem hasonlít dolgokhoz. inkább olyan, mire? Nem, nem egyáltalán van? nem, tehát inkább ez olyan, hogy ez olyan, mint egy személyes, Blog, blog videó, érted? Csak 40 percen keresztül mondja a tutit egy adott kártyáról, vagy adott konstellációról. De amikor mondom, amikor, amikor azt hallottam, hogy világos szerskülés, meg ilyesmi, akkor ugye a feleségemnek egy ilyen gyengébb pillanatokban mondtam, hogy figyelj, tök oké, minden, én támogatlak, szeretlek. Ha elkezdesz hinni az, á, a, az világos az lehet problémát fog okozni a kettőnk közötti kapcsolatban. Akkor röhö röhögött és mondta, hogy nem, ő kiveszi abból, amit ő érdekel, és amikor nekiállnak világmagyarázni, akkor általában ki is kapcsolja, mert attól hülyét kap. De, de előfordult valóban, hogy elindul az agymosás sokaknál. Tehát, hogy én a kapudrog jelenséget egyébként nem tartom teljesen rossz párhuzamnak, őszintén szólva. Norbi, behoztad az én egy nagy személyes kedvencemet, a Budapest TV 0690-es távgyógyítást tehát hogy... Tihanyi doktor táv, távgerint gyógyászat? Igen. Megveszint, baromi nehéz megszólalni, mert mert, mert egyben igazából rohadtul szellemesnek tartom. Tehát, hogy az, ami akkor volt... De ugyanakkor viszont, amit te ugye mondtál, hogy azért ebben kőkemény pén tehát azért az és főleg azokat az, öreg nyugdíjasokat célozta meg ugye ez a műsor, és azért őket azért úgy levették, mint a riadt majmot az arra nem tudom hány forint plusz áfa per perces semmivel. Tehát, hogy az egy szórakoztató műsornak mondjuk szerintem tök jó lett volna, mert a mai napi mély megszületnek, bár már lehet, hogy nem, de hát ti is tudjátok, hogy a Tihanyi Doktorból a Techno Remix től kezdve minden elterjedt. Tehát, hogy azért az óriási volt, de, de ott azért megjelenik azt amit, azt, amit te mondtál, hogy, hogy azért iszonyatosan egy lehúzás volt. Tehát azt a pénzt, amit bezsebeltek, és hát én nem hiszem, hogy bárkinek meggyógyították ott a bármiét. És uh, igen, tehát ez a, nem is tudom, félelmetes káros ebbe, hogy tényleg ezt, ezt tévű műsor szintjén nagyon sok, nem, lehet, hogy még most is megy, nem tudom, de hogy éveken keresztül ment, az biztos, hát már nem megy. és uh, nyilván egy olyan korosztályra lőttek, hogy uh, nyugdíjas, valószínűleg sokat néz tévét otthon van. Tehát amikor mindenre is megoldást kínálnak, ugye pénzügyi, párkapcsolati, egészségügyi, bármilyen munka problémán legyen, arra van megoldás, és amikor a tévéképen ilyen keresztül végez gerinclet a aura valamit, és, és, igen, amit mondtál, te is említettél, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon könnyen hopp, egy kis világösszeesküvés elmélet itt, itt, itt bejön, ott egy fél mondat a nem tudom milyen háttérhatalomra, és itt nagyon-nagyon-nagyon gyorsan a nyúl üregének a mélyén találjuk magunkat, és akkor ráadásul igen, tehát hogy szegény, tudatlan, nem, nem jól informált, nem akarom őket megmentani közönség, az pedig betelefonál, a súlyos percek, nem tudom mennyi pénzeket nyúlhattak hát, le. Azt hiszem, 180 forint plusz áfa, meg ilyenek voltak, meg 300 forint plusz áfa, szóval az, az húzós 20 volt évvel volt ezelőtt, igen. A legmegdöbbentőbb legmegdöbb, része az pedig az, hogy ezt TV csatornákon kreatív producerek, emberek, döntéshozók erre teljes mértékben zöld utatakat, hogy ez így mehet. Tehát, hogy a kuruzslásnak és a lehúzásnak ennyire hát pofátlan módját ilyen széles körbe, hát ez, ez, ez halatlan. Hát, Mert itt jön be, amit Áron mondott egyébként, hogy mennyi, meddig lehetünk úgymond szabadon hülyék, és ezt most a hülyéket idézél be, akkor nem megsértve bárkit, és végülis, ha egy ilyen műsort csinálsz, nem írod oda, kötelező telefonálni. Nem védem őket, félreért és ne essék. De ők nyilván ezzel védekeznek. Norbi behozta azt a szót, hogy kuruzló, én erre ebbe hat kapaszkodjak ebbe, ebbe a, nagyon szép régies szóba bele, mert ugye az évadzárunknak az a neve, hogy az áltudományok kora. Ezek az áltudományok, ezek szerintem egyidősek az emberiséggel. Mindig voltak áltudományok, mert a az ókorba, a középkorba, tehát soha nem volt az emberiség a, a teljes tudásnak a birtokában, most sem tudunk egy csomó mindent. Most sincs. Így van. És ö, az emberek ugyanakkor meg akarják magyarázni a körülöttük lévő világot, és hiába tudunk most sokkal többet, mint mondjuk a középkor embere vagy az ókor embere, a, a minket körülvevő szűkebb környezetünket ugyanúgy nem értjük sokszor, hogy mi miért, hogy működik, és ezek az áltudományok, ezek sokszor nagyon egyszerű válaszokat adnak egyébként valószínűleg bonyolult kérdésekre. Tehát a maga az áltudományok kora az nem csak a 21. század, nem csak 2023 az áltudományok kora, az emberiség az áltudományoknak a fogja szerintem mi mindig is az volt, miközben a tudomány meg folyamatosan fejlődik, és itt hozom be egy második szempontot, hogy ami most még áltudomány, az lehet, hogy 200 év múlva majd tudomány lesz. E, e, és én nem azt mondom, hogy a homeopátiát majd vala, valaha, e, valaha működni fog, csak hogy a tudomány így működik. Ugye a tudomány folyamatosan megkérdőjelezi önmagát, fejlődik, újabb és újabb eredményeket ér el, bizonyítja be, és az, ami száz évvel ezelőtt, még kétszáz évvel ezelőtt skifinek vagy varázslásnak tűnt, mondjuk egy villám, vagy egy elektromos kisülés valahonnan, arról ma már tudományosan tudjuk, hogy az hogy működik. Nagyon jó, hogy beosztad áram, mert igen, ez egy, ez egy nagyon ö, jó aspektusa, vagy jó meg lehet fogni így az átudományokat, amit említettél, hogy évszázadok, év ezeredek óta velünk vannak, és ez egy ilyen, ez egy ilyen jó ismerője is, hogy, hogy dogmákba gondolkoznak, és nem változnak. Pont ezzel érvelnek mellette, hogy de már az őseink is, meg már az ókori rómaik is, de nem változnak. Az új információ és az új tudomány Ismereteinek ellenére sem, nagyon merevek, és, és nem hajlandóak a saját nézetéken a saját ö, ö, állításaikon változtatni, sem hosszú távon sem, ellenben a tudományjal, ami ugye igen, a tudományt csak a jobb tudomány tudja leváltani. Az egyedüli és ö, az egy tudás birtokasának mondja ki valaki magát, és hogy ő tudja a választ mindenre, nagyon egyszerűen. Akkor az, ott, akkor az ott a fejekbe kicsi felkeltője, felkai villanjon, hogy ez, ez nem feltétlenül biztos, hogy akkor ez így teljesen tuti. Áron, most miattad, és most tényleg mindenkit elnézést fogok kérni, de most bedobtál valamit, amit most muszáj vagyok én, meg ledobni a gondolati atombombát, mert, és most tényleg senkit nem megsértett. Tehát ezt abszolút mindenki kezelje ezeket a mondatokat a helyén, de ugye Áron azt mondtad, hogy ugye az áltudomány az részben ugye arról is szól, hogy megmagyarázunk magunk körül dolgokat, amiket nem feltétlenül értünk, vagy ismerünk, hogy miért van úgy. De ha így vesszük, az áltudományoknak az elődje maga a vallás, a vallás és egy csomó mindenre ezt csinálja. És most tényleg senkit nem megbántva, hogy, hogy most akkor, tehát Isten őriz. Csak az, hogy tényleg egy csomószor, ugye, ha bele, egy csomószor az a kérdés, hogy ez miért van így, mert Isten így akarja kész. Tehát, hogy mintha ebből lett volna az áltudomány kialakulva, ez hülyén fogalmaztam, de érted, ami, értek, amit mondok. Értem, szóval mondom, értem, szó, és szerintem mondom nem megbántva a vallás, vagy bárkit, aki, tehát szó sincs erről. Szerintem lehet erről beszélgetni higgadtan és objektíven, egyébként vallásos Nem akarok ebbe belemenni, hogy én most akkor Krisztus tagadom, és szó nincs, bárkit megbántok, csak hogy, hogy ugyanez az elv nekem egy picit, hogy megmagyaráz Dolgokat, amiket nem értünk. Világos, a, igazából nem az a jó kifejezés, hogy áltudományok, hanem az a jó kifejezés, hogy pseudotudományok. Azok, az, annak ugyanis nincs értéktelített hangzása, vagy értéktelítettsége ennek a kifejezésnek, míg az áltudományok, az pejoratív kifejezés. A pseudotudományok, Ez igaz. A pseudotudományok azok, amik valahol hibádzik, és emiatt nem lehet őket tudománynak nevezni. Érted, például ott van az irodalom, ugyan van irodalomtudomány, de az, tehát ez a, ugye bölcsészettudomány, és nem pedig természettudomány. Hát nem természettudomány, igen. igen. és ott, ott nem, tehát a, például az irodalomtudomány nem egészen tehát például érted, rep, nem reprodukálható, tehát ezt lehet vizsgálni, de mondjuk ami a természettudománynál alap, hogy reprodukálható legyen egy adott kísérlet az irodalomnál, vagy a történelemben nincs így, mégis tudomány. a jó, a természettudományok exakt tudományok egy csomószor az irodalom meg. Az hár, tudomány, most, ez egy másik fajta. De most érted, egy vers, de klasszikus eset nekem iskolában, hogy a vers nekem nem ugyanaz jelenti, mint világos, nekem. de a három meg három az ugyanaz. A, a pseudotudomány ott lesz pejoratív Értelmű és válik áltudományá, hogy önmagát is tudománynak definiálja. A, a bevetvallások, vallások, ezért fogalmazok így, mert mondjuk ugye a szientológia nem az. A bevetvallások nem mondják önmagukra, hogy tudomány, és emiatt az nem áll az persze, hát ezek határterületek, hiszen az emberek egyébként meg akarják, ö, 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 meg akarják érteni. A, a, körülöttük lévő világot a kezdetek óta valószínűleg, és ez meg, meg, érted, a tudomány nem tud arra választ adni, hogy mi végre vagyunk itt a Földön. Arra, arra csak a bölcselet tud választ adni, vagy a vallás tud választ adni. A tudomány nem foglalkozik, a fizika, a kémia, meg a, nem tudom, a történelem nem foglalkozik azzal, hogy miért születtem meg, és most itt 40 valány éves vagyok, már valószínűleg többet éltem, mint amennyi még hátra van, tehát már kifelé, nem, tehát már kifelé megyek, vajon volt-e értelme? Erre nem ad nekem választ a, a, a csillagászat, vagy nem ad nekem választ a, a nem tudom, a, az őslénytan. De a bölcselet, a filozófia, akár a vallás, ezek igen, tehát hogy a, szerintem azzal, ezzel a kérdés feltevéssel még senkit nem bántasz meg szerintem kicsit könnyebb témával szeretnék fo 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 szeretném folytatni, de még mindig nyilván szigorúan az áltudományokon belül kifejezetten egy kedvencem, amikor jó sok látók, esetleg tárgyakat az elméjükkel mozgatók, legalábbis ugye magukról, ezeket állítják be, és, és nagyon, nagyon szórakoztató tud lenni, amikor ezeket a előadó művészeket hívjuk őket így, rajta kapják, és hát ugye lebuktatják. Erre, erre az egyik kedvenc példám az amerikai James Randy, aki sajnos már nincs közöttünk, ezek húzban elhúnyt, ő az egyik eredetileg bűvész volt, és nagy-nagy szkeptikus hírében állt. Aztán szóval a Brit Skeptikus Társaságot is ő, ő volt az egyik alapítója. Lényeg, hogy több tévéműsorban hívott be Uri Geller, és társait, maradjunk csak ennyiben, és, és hát lebuktatta a különböző trükkjeiket, és nagyon szórakoztató dolgok tudnak ebből jönni. Volt egy kifejezett egy ilyen látóval való beszélgetés egy, egy random, random embernek, aki megengedte, hogy az egész beszélgetésüket, őketten a látóval beszélgetve, és felvegyék, rögzítsék a hanganyagot, és utána Megkérdezték, hogy hogy érezte magát, hogy mennyire elégedett a látó, vagy tényleg, tényleg vannak ilyen képes, és mondta, hogy persze, hát ő hát szinte nem tudott róla semmit, de a neveket majdhogy nem egész pontosan eltalálta, akikről szó volt, meg hogy ki kicsodálja neki, ki hunyt el, milyen baja volt szó, szóval, hogy nagyon, nagyon rátapintott a lényegre. Visszajátszották a felvételt, és a, a, a látó 37 nevet sorolt fel neki, mire volt egy találat. Az emberünk az ilyen 6-7 emlékezett. Ezzel csak arra akarok rávilágítani, hogy a saját memóriánk és a saját ö, f torzításunk is nagyon könnyen becsaphat, mivel azt próbáljuk ö, magunkba is ugye elfogadtatni, hogy ez, ez ennek működnie kell. El akarok hinni, hogy ez működik? Hinni akarok benne, hogy ez működik holott ez messze nem így van. Egy világomlott össze bennem, Norbi, mert ugye ezekről a előre, ez a jövő látás, meg ezekről ugye rengeteg kabaré élet is született, és ott pontosan ilyen szituációkat csinálnak. Tehát, hogy ezek szerint maga a kabaré az életet mutatta meg nekünk, mert az pontosan ugyanez van. Tehát amikor általában ezeket kifigurázzák mindenféle ilyen ö, paródiákban, ott pontosan ez történik, amit te mondtál. Teljes mértékben, és nyilván ezek, ezek szórakoztató sportértéke is van, <gül> és, <gül> és megint csak a jó öreg visszatérve, ugye Magyarországon, ha jól tudom, Dr. Novák Hunor televízió műsorban volt, hogy a valamilyen, nem tudom már -e pontosan semmilyen milyen homeopátiás gyógyszernek, hát az előírt mennyiségének, nem tudom, mondjuk 30 szoros át bevetett hirtelen, ez valamilyen altatószerű dolog volt, altató hatással, és hát nem történt vele semmi baj, Ez Többször mások ugyanígy ezt a, ezt a kísérletet elvégezték, még, még, sok bajuk nem lett. Majd később jön. Lehet, 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 lehet. lehet. A, a a Gergőnek ahhoz a mondatához, amikor, amikor azt mondta, hogy most ledob egy atombombát, mert ez nekem tetszett, mert én gondolati, gondolati atombombát. atombombát. mert én is ledobnék egy ilyet, ugyanis akkor, amikor azt mondod, hogy, hogy ugye dogmatikusak, vagy talán ezt Norbi mondta, hogy dogmatikusak sokszor ezek az áltudományok, az az érdekes, hogy az áltudományok azok, akik ren rendre, a tudományt vádolják dogma, dogmatikussággal. Például a, a Magyarországon ez az egyik legismertebb ilyen vita, az mondjuk a, a magyar nyelv és az őstörténet, és a származásunknak a, a, a kutatása, ahol a Sumér magyar rokonságtól kezdve rengeteg minden előjén, a szkíták, a szítják. Volt mi már sok minden. Bóltó, mi már sok minden igen, akaszott ember nem, és ez azért érdekes, mert ugye ott azzal vádolják, az egyik táborra, nevezzük áltudományos tábornak, hogy itt van egy dogma, amit a Habsburgok találtak ki a 19. század végén, ez a bizonyos magyar findugor nyelvű rokonságot, annak érdekében, hogy a dicső múlt Att, ami Attila népe nyilvánvalóan, hogy a dicső mutat egy ilyen halászó, vadászó, nyers halat zabáló, fin típusú izékkel cseréljék le. Tehát ez, ez maga az összes elmélet. Az érdekesség ugyanakkor az, hogy az elmúlt, tehát én ezzel mondjuk legalább 40 éve megismerkedtem ezzel a vagy 35 éve ezelőtt megismerkedtem ezzel a fajta hiedelemmel, és közben a magyar nyelvtudomány, és a magyar őstörténet az valóban fejlődik. Tehát egyáltalán nem érzem azt, hogy dogmatikus lenne. A legújabb kutatásokban már külön választották azt, hogy más a nyelvnek a története, más a genetikus leszármazás, más a vándorlás, és más az, amikor egy akár nyelvcsere történik. Szóval, hogy ezekben a, a tudomány igenis fejlődik, ellép a, a nagyon egyszerű világmagyarázatoktól, és egyre bonyolultabb mód, tehát, hogy ugye megpróbálja megoldani, hogy tulajdonképpen honnan jöttünk 1000, meg 1500, meg 2000 évvel ezelőttről, mert és arra, amivel nagyon kevés tárgyi bizonyíték van, ezért ö, mindenféle egyéb tudományos módszereket kell bevetni, és ez összessége az, amiből próbálnak egy képet alkotni, hogy tulajdonképpen mi a mi őstörténetünk, és egyáltalán nem dogmatikus. Tehát az az, az, az érdekes, hogy tényleg az van, amit mondtatok, hogy fejlődik. Ezzel szemben... Valóban, akik 30 évvel ezelőtt azt mondták, hogy sumér magyar rokonság, azok ma is ugyanazt mondják, hogy sumér magyar rokonság. Tehát ott nincs fejlődés. Ez csak, mint gondolati atomon. a Föld még mindig lapos. Igen, tehát mint gondolati atomonban. Atombomb... Szerintem lesz olyan nézzünk hallgatunk, aki lehet, hogy ezen most kiakad, amit én most mondtam, de vitatkozzon velünk abszolút. Tehát azért vagyunk itt. Azért is. Az áltudomány vádolja a tudományt, hogy, hogy... Őt megkérdőjelezés fordítva, ez, ez, szerintem ez az ide-oda megy ez a dobálózás, szerintem, hogy te vagy a hülye, én vagyok a hülye, te vagy a hülye. Tehát, hogy itt, itt azért, ez, itt szerintem mind a két oldal belekóstol a másikba, csak hát kérdés, hogy kinek van igaza? Ebben a szempontból az, az nem, 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 nem teljesen egyenlő felek küzdelméről van szó, hogyha, hogyha mondjuk így, így próbálunk meg gondolkodni. Tehát az áltudománynál az nagyon fontos, hogy nem állja ki a tudományos módszertan, a módszertan. feltételek, a tudományos módszertanoknak a, a, az összességét, és hogy ezért is nem... Münk ezt nem is akarják. Igen, pontosan, igen, nem is akarják. Tehát, hogyha én, én, nekem van egy állításom, hipotézisem, és azt a kísérletet én valamilyen eredményre jutok, és ezt leközlöm, lepublikálom, ebben van saját tapasztalatom is. A megismétlés az egy kulcsfontosságú dolog, hogy onnantól kezdve azt a világ bármely részén, azt pontról pontra a módszerten ismeretében ugye meg tudják ismételni. És az nem baj, hogyha más eredményre jutnak, onnantól kezdve egy, egy tudományos diskurzus ki tud alakulni. A másik, hogy ugye tudományos szaklapok, szakcikkek tömege jelenik meg, ebben azért van amikor olyan hátulütője is, hogy azért fel, fel, tud hígulni ez a szakma is, de minden esetre van egy a jelenlegi Ismert legjobb rendszer, hogy ugyanúgy más szakmabellieknek kiadjuk a munkáinkat, ők pedig ugye elemzik. Ez a peer review process, és megmondják, hogy ez nem jó, ez hülyeség, csináld újra, új kísérleteket követelnek meg, vagy vagy nagyobb esetszámmal ismételjük meg. Tehát, hogy vannak olyan bizonyos specifikus aspektusai, amit, amit úgy mond szinte mindenféle tudományos vizsgálatra lehet alkalmazni, és ezt az áltudomány sok esetben így van, nem hajlandó. Ez magára. nagyon nagyon fontos, amit mondtál. A, a Peer Review nem a legjobb megoldás, vagy nem, nem a tökéletes megoldás, de még mindig a legjobb megoldás. Vannak olyan kutatások, amik egyébként a Peer Review-nak a hibáit módszertalanul elemzik, és nagyon durva sztorik vannak azért, hogy, hogy hogyan sikerült adott esetben néhány, embernek átvernie a komplet tudományos közösséget, mert úgy jelentek meg különféle szaklapokban pénzért, kutatások, amiknek semmi relevanciája nem volt, és az egész hülyeség volt, sőt, elrejtettek benne plusz mondatokat, hogy ha valaha azt valaki elolvassa, a, 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 a rával írva, tehát az van az abban a mondatban, hogy Hello, ha ezt olvasod, akkor most le tudsz minket buktatni, mert hülyeség, amit idáig írtunk a tanulmányunkba, és 15 évvel később derült ki, tehát valaki elolvasta mégiscsak. Szóval, hogy peer review nem a legjobb, vagy mi nem a tökéletes, de mégis a legjobb módszer arra, hogy a maga a tudomány az fejlődjön, mert a tudománynak az a lényege, hogy folyamatosan megkérdőjeleződik, és ezt erre biztatja önmagát is minden tudós, ha tetszik. A, akkor, amikor viszont áltudományokról beszélünk, ott ez. A valószínűleg agresszíven ezt pont nem akarják. Ezt nem akarják, tehát ez nincsen. Fölszokták mindig hozni, hogy deig, hogy hogy lám a vízzel működő autót is már száz évvel ezelőtt föltalálták, csak a gonosz, nem tudom, olajlobbi felvásárolta ezeket a szabadalmakat, és elsüllyesztették. Ezzel lehet, hogy így van, nem tudjuk, de ettől még a haladás az nem állt meg, most már vannak olyan autók, amik nem benzinnel működnek, hanem például surprise, surprise, elektromos árammal. De nem vízzel. Vízzel nem, de hidrogénnel, meg egy csomó mindennel már igen, és a hidrogént viszont... Igen, de mégsem vízzel. De a hidrogént meg hogyan állítod elő nagy mennyiségbe, szóval ott, ott azért már előjön a víz. Na, tehát, hogy... Értem, csak, csak ha száz évvel ezelőtt már ment, és most még mindig, érted, kicsit... Azt mondod, hogy lassú. Vagy nagyon elásták. Vagy nagyon elásták, de, de va... én csak azt arra hogy fel föl, a fién, hogy de van folyamatos önmaga megkérdőlezése, és ez hiányzik az áltudományoknál. Hát meg az áltudomány, hogy nyilván mindig valahogy a tudomány mentén akar lavírozni, csak aztán eltér egy irányba, és aztán kitalál magának egy újat. És most így repüljünk is tovább egyébként, ha nem is csésze olyan ufó, ufó kutatók. Hát, kutatók az egy hívők. nagyon szép űrgejük, vagy nyúl nyúlüreg. Hát ugye, mert ugye itt feltételezések szerint ugye a földet idegen űrhajók rendszeresen megszállják, ugye előkerülnek bizonyos tanuk, meg fényképek, vagy hát valami fényképnek hit fehér pöttyök, meg ugye, hogy a piramisoktól kezdve, nem tudom, kit is ugye UFO építettek, ez, ez, ez mennyire is, hogy erről mi a... Én ezt a témát bármennyire szórakoztatónak tartom, sajnos, sajnos az esetek döntő részében két, két dologgal én ezeket általában lesz tudom zárni. Ugye az egyik, az a rossz, rossz következtetés, hát, hogyha látok valamilyen, jelenséget, ugye már most UAP, azt hiszem a hivatalos angol mozaik szó rá. Tehát hogy látok valamilyen azonosítatlan égi jelenséget, és az nem egy repülő, akkor ufó. Vagy hogyha az nem egy lámp, akkor ufó. Tehát, hogy akkor csak az lehet. Ez ugye, ez ugye ez hibás következtetés. Tehát, hogy nyilván mert egy ne, dolog nem lehet, akkor már ufó. Hát végig azonosított azonosított tárgy rövidítés az ufónak, tehát csak mi már másképp asszociálunk rá. Magánk a definíciója, az, az persze az helyes, hogy húfónak hívom. De meg... Már rögtön földön kívül is így, így van. Van, így van, Így van, így igen, a köznyelben igen, a, a kis zöld emberke az, az ugrik be, persze. A, a, másik, amit, amit már szintén érintettünk, ugye, hogy, hogy az embernek a memóriája egyszer rosszul, rosszul becsap minket, akármennyire, és én, én, teljesen nem akarok megvezetni titeket, nem hazudok, hanem, hanem egyszerűen tényleg ha rosszul emlékszek dolgokra, és ugye itt sok esetben több éves, meg évtizedes visszaemlékezésekről van szó és teljes mértékben becsap minket az emlékezetünk. Ezek alapján szerintem az esetek 99%-a így le lehet, le lehet fedni az UFO észléseknek. Én hinni szeretnék, tehát én nagyon szeretnék hinni. I want to believe ezt is mondhatnám, az x egyik egyik szövege vagy örökbecsüje. Erről már sok műsorban volt szó, hogy nyilvánvalóan a sok milliárd, sok bilió galaxis sok milliárd naprendszerében biztosan ezer millió helyen kialakul élet, tehát ez nem kérdés. Az már sokkal inkább kérdés, hogy ezek a, a fizikai problémák miatt valaha tudnak-e találkozni egymással. Tehát inkább ezek a kérdések. De én nagyon szeretnék hinni, és én imádok minden ilyet nézni, eljátszom a gondolattal, lehet, hogy azért van ennyi ilyen filmek meg sorozat, meg multiverzum, mert most kondicionálnak minket arról, hogy majd mikor öt év múlva kilépnek, a, tehát megnyitják ezeket az UFO aktákat, akkor már ne lepődjön meg az emberiség, és ne kezdjen el fosztogatni az utcákon, hanem hát jó, hát fél nyolckor a akkor már lehet menni a parkba, sörözni együtt az ufokkal. Tehát, hogy én, ezekkel, én, ezekbe, én ezeket imádom, tehát én ezt ugyanúgy science fictionként olvasom, ahogy a többit fantasyként olvasom. Szóval én, én, én szeretem az ufo Akkor híreket. ők egyáltalán nem a káros nevezzük át tudománynak. zavarnak? Érted azt, hogy tízezeren, tízezeren, a Facebook eseményt bejelölik, hogy akkor a, megrohamozzák a Roosevelt-i kutatóközpontot, azt hiszem tavaly, vagy tavaly előtt augusztusban az 51-es 51 körzet. És, így, és, és, utána, hát ha nem is tízezeren, de oda ment pár száz, ott így bohockodtak, sütögettek, próbáltak bejutni, akkor a tanák mondtak, hogy figyelj, nem jöhettek be. És aztán ennyi volt. Hát szerintem ez tök ártalmatlan. Ez valakinek ez a hobbija, ez semmi baj nincs az ég a világon. <laughs> Kentria? nekem van anyukám is, aki például ezekbe hisz itt megint csak óvatosan kell kell itt, itt fogalmazni szórják az égjeldást szórják, ezt tudjatok róla én, én csak azt a kérdés vagy azt nem tudom elhinni Hoppá, Én ide mindjárt megpróbálok jól kijönni ebben a Tehát, hogy a chemtrail, és mondjuk ne nekem valamilyen chemtrail az már, tehát a laposföld, föld, a jó öreg laposföld, föld, ez az már nagyon-nagyon-nagyon nagy metszetet mutat szerintem. De lényegesen, vagy a lényeg az, bocsánat, hogy ha valaki hisz a chemtrailben például, vagy a laposföldben, akkor ugye remélem a logikám nem hibás, azt is elhisszük, hogy a világ összes repülőgép, vezető, kiszolgáló, üzemeltető, működtető, építő, mi mindenkinek benne kell, hogy legyen. Ők nem, nem, ők nem tudnak. Nem. Senki, tehát igen, ez, ez, ez nagyon jó. Nem ez ez nagyon jó, ez, jó figyelj, nem mondod. ezt rosszul látjátok. De én ezt hallottam, hát Aaron, erről komolyan, tehát én erről olvastam egyszer, hogy ez meg lett mondva. Nem, nem, vannak a hasznos hülyék, akik erről nem tudják, hogy kiszolgálják a, a háttérhatalmakat. Ők teszik a dolgukat, amire azt hiszik, hogy jó, és ők tudattalanul cselekszenek. Mi is egyébként valószínűleg ilyenek vagyunk most ebben a beszélgetésben. Jó, csak hogy én egy olyan rendszert tartok elég nehezen fenntartatónak, ami van egy zárt közösségcsoport, a, ahova egy se, soha senki nem beszélt ki, és mindenki, aki ezt, ennek a tudásokat bírta, szóval, hogy. De, de ne, 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 megint ezt rosszul látjátok, de haragudjatok. Figyelj, minden hónapban jön egy kanadai volt tábornok, vagy egy amerikai volt FBI tábornok, aki éppen most rántja le a leplet a dolgokról, és semmi nem történik. Na, akkor mi van? Azért, mert ő nem vezetett repülőt, és nem nyomta ki soha a cuccot. Olyan jön egyszer, aki kinyomta. Van róla bizonyíték, mindig ez a halálom egyébként az összes hogy mindig csak mondják. Hát azt mondani én is tudok. Oké, okay, evezünk, evezünk komolyabb és problémásabb. Mondjuk, mondjuk a. De azok, lehet, azok, igaz. Azok, akik azt gondolják, lehet, hogy igaz, azok, akik azt gondolják, hogy csipet ültettek belénk a koronavírus. Ja, én azt kapcsán. nagyon, én azt nagyon izgi. Az akkor most mennyire, mennyire káros, vagy mennyire nem káros? A maga felvetés az Logikus. Tehát, hogy csipeket ültetni meg, ha jól tudom, ugye, hogy tudjanak követni minket, igaz? Tehát, hogy le, lehallgatni, megfigyelni, irányítani. irányítani is. Irányítani is, bizony. Az jó, oké. Okay. Az irányítás oké, okay. csak hogy ugye már mindenkinek a zsebébe van ilyen csip, amivel tudnak követni, lehallgatni, és ehhez nem kell kellám ilyen, ilyen nagyon csipeket. Önként osztjuk meg, és önként posztoljuk itt. Szóval, hogy de hogy irányítani is, hát azt is megoldják, tehát hogy azért a, a, a reklámokkal és az algoritmusnak a működésével, szerintem azt is, azt is jól tudnak. Igen, neked. nagyon jó. Engem a technológia érdekelne egyébként ez a, ez a fajta chip, tehát hogy oké, okay, nanotechnológián ezt értem, de hogy az mivel működik? Tehát, hogy az sugároz, az jelet ad, jelet vesz, belénk rakják, és akkor 50 évig mi a franc táplálja bennünk? Egyébként ez, ez jó kérdés. Mit, honnan ezt, szedi az energiát hozzá? Ezt végig kéne egyszer beszélni, mert ö, ha, ugye, ott vannak kutyákba ültetett chip, vagy macskákba, ült, macskákba is lehet. De ők nem vezérdik vele. De an, annak is valahonnan kell valamennyi ideig áramot kapnia 10-20 évig. É, én, én ezt nem tudom, hogy ez hogy működik, valahogy gondolom, akkor lehet, hogy nagyon kicsi, de van benne egy akkumulátor, ami pont működteti 10 évig. De, én a kutya szerintem a chipet. az a, de az a chip szerintem nagyobb, mint amit mi az oltásból kaptunk. Az, az igaz. Tehát, hogy a, a, a kutyában lévő chip nagyobb és kevesebb funkcióval bír, mint amit mi kaptunk kicsi, és sokkal többet tud. És továbbra, tovább van tervezve. Hát, de hát azt a Bill Gates a Bill Gates titkos fejlesztése, Mert nem tudom, aki a Microsoftnál, pedig már nincs köze a Microsofthoz az öregnek régen, de nem baj. Szerencsétlen Bill Gatesről annyi mindent ráhúztak egyébként az évek során, pedig igazából azon kívül, hogy a Windows-t elcseszték sokszor, már más nem hiszem, hogy elkövetett volna. Figyeljetek, tudom, hogy a vége felé vagyunk, nekem lehet ilyen szerkeszt, átveszem egy pillanatra a szerkesztői pálcát, lehet Lehet kérdésem? róla szó, de csak akkor, ha az 5 is beszélünk majd egy kicsit. Az, az, nektek melyik a kedvenc áltudományotok? Mindenki mondjon egyet, kettőt, hármat. Sok, sokról beszéltünk már. Nekem például a számmisztika, az nagyon jó. És és, 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 a lottózással, és amikor valakire erről beszélgetek, az kedvenc számokat ugye meg, megraknak az emberek. Ott az még oké is, de hogy, de hogy egyesek erősködnek, de hogy, hogy, hogy vannak számok, amik, amiket gyakrabban kihúznak, és az, annak, annak nagyobb az esélye, és alapvető matematikai valószínűség számítás, és hogy amikor az embernek, tudod, megemlítem, hogy az 1, 2, 3, 4, 5 kombinációnak pontosan ugyanegy, hát az lehetetlen, annak, annak nagyon az az, 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 az szinte lehetetlen, és igaza van, szinte lehetetlen, nagyon kevés, de ugyanannyi, mint az összes többinek, egy a 65 millióhoz. És ö, ezek, nagyon, nagyon érdekes tények szerintem. Ugye gondolkodásunkról olyan sok mindent elmond. Akkor te, Norbit, szereted a Grabovoi számokat? Uuuh. Az, az, az is egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes témakör. Igen, igen, igen. Röviden, röviden mondd el, Áron, hogy azok. De az a, hogy mi... nem, nem tudom igazából jól. Ez egy, ez egy szovjet, <laughs> vagy orosz tudós, nevezzük így, áltudós, akinek minden, az élet minden területére van egy számsorozata és hogyha azt te, nem tudom mit kell csinálni ezekkel a grabóvói számokkal de hogyha az így fölírod Felírod igen, magadnak ki, akkor nyomtatod. az úgy meg, megvalósul tehát hogyha pénz, kevés pénzed van, van arra egy számsor, fája fogad van arra egy grabovoi számsor tudnátok egy számsort küldeni a jó podcastekhez és igen, akkor egy pillanat <laughs> egy lesz hozzá és mindjárt mondom neked trollok is bekerülnek ezekbe a csoportokba és akkor valaki kérdez egy, egy teljesen e, naivan, hogy ú szükségem lenne egy kis nem tudom milyen számra, és akkor beére egyet, és akkor mondjuk a, nem tudom, a másodfokú egyenlet megoldó képletét oda teszi, hogy valami, és akkor ők, új, ez nekem is nagyon jó volt. Köszi, köszi. kérek szépen mondom neked, a Grabovoj féle gyógyító podcasthoz az 77, 877, 563, 125. Ez kell fog. És ez gondolom, gondolom, ilyen... Jó, szerintem ezt most írjuk fel. Tehát ezt... ESMR-ba kell mondani, nem? Hogy Grabovoj számszor 77, 877. 5, 6, 3, Ez már... Az már megint már. Akkor tényleg, akkor, akkor mindenki csak, és akkor csak így. 77. Figyelj, én, hát, én, hát, én hogy... el tudom képzelni, hogy ha erre egy gyúgyú csatornát fölhúznánk, lehet, hogy sok pénzt tudnánk vele keresni. Grabovó éjjel szemára. Gergőnek neked, kedvenc? Nekem minden, ami, a, a, tehát, hogy ezek az asztrológia, meg ilyenek, tehát, hogy ezek ilyen cuki dolgok nekem, tehát most ez tényleg, meg most tényleg, akár most mi, te mondtad, hogy nyilasok, tehát, hogy az a röhely, hogy ugye mondják ezeket a, a, a stílusegyeket, és tényleg van, ami igaz rám, tehát, hogy most ezek után nem tudom az egészet teli beröhögni, meg nem is akarom, de igen. Nem, 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 folytasd, folytasd. De, de amikor, amikor ez a chemtrail, meg az 5G, meg ez a chip, tehát hogy tényleg ez, ez, ezektől tényleg agyérgörcsöt kapok, mert most, most tényleg lehet, hogy én vagyok buta, és holnap rám dobnak valamit fentről egy olyan cuccot, ami eljön az idő, de mondjuk, tehát hogy a, a chemtrail ugye az, hogy minket mérgezze, meg ugye ilyenek is vannak, de most őszintén ennél látványosabb módszert el nem tudnék képzelni az emberek kiírtására. Tehát, hogy annyiféleképpen tudnának minket megmérgezni, mondjuk a vízzel akár, és nem akarok ötletet adni, aminek semmi látványa nincs. Ki, tehát ki az a barom állat, aki, aki, ezt így csinálja, hogy az orrod előtt hullik az arcodba? Hát ne idegesítsél már fel, én ez ha én ezt, ezt, akarom csinálni, hogy, hogy a, mert ugye erről is szó, hogy ugye itt van a felső, nem tudom hány izé, magas, gazdag tőkések, akik ugye majd itt megtartják magunknak a földet, minket meg kírtanak, hogy hát, hát ezt most komolyan így csinálod, tele vagy lóvéval, és akkor fogod, és repülőből szorod a szart az emberek arcába. Hát erre vannak sokkal kifinomultabb módszerek, nem már. Na, de az viszont igaz, igen, amit említettek, én csak egy fél mondata, és igen, hogy ha, ha ezek közül, az áltudománynak bélyegzett um, témakarok közül a jövőben, ugye bármelyik és esetleg egyértelmű bizonyítékokat hoz. Bajban leszünk itt most. Akkor mi visszajövünk, megkövetjük magunkat. Így van, revidáljuk magunkat így van, azonnal. Így van, így szóval. van. De, és akkor a de azt az alá van húzva, hogy addig is viszont racionális döntéseket ezek alapján nem, nem tudunk hozni, nem hozhatunk. Viszont beszéljünk még egy nagyon fontosról, mert egy a Parallaxis Univerzumban azért Miklós ugye a Balaton tagadók klubja, tehát hogy Azért a Balaton tagadás az ugye megvan. Persze. Igen, ez egy, ez egy Facebook csoportjuk is van nekik, vagy lehet, hogy ez az. Nem egészen, a Balaton tagadók klubja az egy Facebook oldal, és a csoport az Balaton tagadók, tagadók, tagadók klubja. Igen, tehát már van igen olyan, hogy tagadják a Balaton tagadókat, illetve már ő, ők... Azok, nem, azokat tagadják, akik tagadják a Balaton tagadókat. Így, így, ez a pontos. Igen, köszönöm. Ez szerintem, ez mindent elmond önmagában. <laughs> Igen, de tudjuk, hogy ez, a, hogy, ez a, hogy ez a, Miki ugye egy, egy, egy elmélet, a laposföld elmélet alapján tagadja a Balatont. Tehát, hogy... Nem, nem, Miki nem laposföldes, ő csak Balaton tagadó. Nem, ő tagadó. nem mondta, hogy laposföldes, ő nem, csak azt mondja, hogy valaki ugye a laposföld emeletet akarta bebizonyítani, és ezért ő Balaton tagadók táborát erősíti, mert hogy ő a Balaton által a Balatonnak a segítségével tagad, a bizonyította volna, hogy lapos a föld. Én, 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 én szeretnék ismét bevonni néhány dolgot, tehát, hogy jaj, én, jaj. Én, én tudom, tehát van Balaton nevű amerikai kisváros. Van Balaton nevű falu vagy kis község Magyarországon. Van Balaton nevű meteor, euh, amit Balatonról neveztek el. És még számtalan dolog van, amit Balatonról neveztek el. Én egy időben összegyűjtöttem azért, mert én, még a, én jártam már Balaton északi partján, de ott így délre néztem, és én ott a romunaságot láttam. Csak amikor kiposztoltam a Facebookra, a Facebook átalakította, és kék színű, vé alakította ott a, a, képek alját mindig. Igen, ez csak egy illúzió, igen, aki oda is megy, az, az is csak egy ilyen hát optikai illúziót lát. A déli part egy illúzió? De nem csak Balaton tagadják, van most már Nyíregyháza tagadók csoportja is. Ezt már botkor mondtad, igen. És uh, tudjatok róla, hogy madarak sincsenek, Burns aren't real. ez egy új amerikai mozgalom, ugyanis az van, hogy a madarak, azok megfigyelik az embereket. És tényleg hisznek ebben emberek. És amúgy az egész Covidot azért csinálták, azért volt a, a lockdown, a kiárási korlátozás, mert akkor cserélték a madarakban az elemeket. <coughs> 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 nem, ezt nem ismertem, ez kurva Ezt nem, ezt nem halottam, De ez nyeri, piréj, tehát így lesz, így lesz kerek a történet. Így, így. Tehát, hogy ez, egy, ez egy komplet világmagyarázat. É, én mindig érzem, hogy engem néznek, és ezért én érzem, hogy kopok folyamatosan. És a kertben itt rohadt sok madár van, hát én valami rohadt nagy vagyok akkor. Most belefulladtunk a röhögcsélésbe, én azért még gyorsan kifejtem, hogy az én kedvenc áltudományom az természetesen a, a Lukas Föld elmélete. A Olyan Hollow, is van. Hollow Earth, igen, ráadásul az több, több héjból is áll, tehát nem csak azon, hogy bemész a föld alá, és ott van egy belső világ, hanem annak is több rétege, több héja van ezeknek külön neve van meg minden, és a déli, meg az északi sarkon lehet bejutni, tehát ott van két, két luk. Én, én ezt szeretem, ezek, én ezeket imádom, ezeket olvasni ezek fantasy. benne ben ben Dáron, van egy ilyen perverzió, hogy te ezt, ezt mindent úgy, úgy állsz hozzá, hogy ez egy sci-fi, ez egy ez, egy, ez egy ez Én re egy re rengeteg időt hát, tudok ilyenekkel. Egyáltalán igen. nem akarod komolyan venni, de mondom, te abszolút értékeled a kreativitást. Abszolút. De hát nagyon jól tudjuk, hogy van, nem csak Atlantis szigete van, van vagy volt Mu szigete, ami a Csendes-óceánon volt, volt Lemúria, ami a mostani Északi-tenger és Arktis felé volt. Tehát itt volt több elsüllyedt kontinens is. Ezeken ezek, ezek minden tudás volt, ami elveszett az emberiségnek. De ha rendes tudományt akartok hallgatni, akkor hallgassatok Paralaxist. Akkor mi lezárjuk a, a mai beszélgetést. Azt hiszem, hogy hát voltunk komolyak is, komolytalanok is, tudományok is, és áltudományosak is. Minden oldalról megnéztük ezt a történetet. Ugye fontos megjegyezni, hogy ezért az áltudományok, elképzelések és hiedelme gyakran széles körű támogatást és követőket élveznek, de a tudományos közösség általában nem ismeri őket megalapozott vagy hiteles elméletként, vagy gyakorlatként. Az embereknek mindig érdemes kritikusan gondolkodniuk és tudatosan vizsgálniuk az ilyen hiedelmeket és elképzeléseket, és megfontolni azok tudományos érvényességét, miért elfogadnák vagy alkalmaznák azokat, ahogy Norbi is mondta, hogy hát racionálisan is kell néha ezeket a dolgokat nézni. A média zabála most egy rövid szünetre megy. Novemberben a hónap első hétfőjén Kalámbó podcast jelentkezünk majd itt a Parallaxis Univerzumban. Ezzel a műsorral pedig január 4-én kivétesen csütörtökön térünk vissza, akkor a Jim Carrey főszereplésével készült Truman Show című filmről szól majd a diskurzus. Norbi és Áron mellett pedig itt lesz újra Ádám. Majd meglátjuk aki talán nem is lehetne autentikusabb műsorvezetője egy valóságsorról szóló adásnak, hiszen korábban nem csak maga is beköltözött a való villájába, de ő volt a jubileumi tizedik évad kommunikációs koordinátora is. Kérlek, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. A premier előtti tartalmakért, valamint a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallaxis oldalon keresztül, Varkóci Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársa nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.